Szépséget híre messzi földre eljutott. És azt kell mondanom, nem csaltak a krónikák. Főzi? Befőzi a csajod, Rottingham? Elég! Elég! Nóra, tudod, what is itt tilos Daphneiben rájva erge? Micsoda? Akarom mondani, tudod, hogy tilos vaddisznóra vadászni a király erdejében? Már abba a bőgést! Ő a legérzékenyebb férfi, akivel találkoztam! Én talán nem vagyok érzékeny! De Liza, Liza, elég! Ha pult akarod, mehetsz poolhoz, de most már hagyd abba a válogatást, mert ő a harmadik vőlegényed ezen a délelőttől, és még nincs 11:30! Pók mászik a fejeden. Mi? Egy pók mászik épp a fejeden. Nézd, sajnálom, de nem igazán értem ezt a mai kültelki süket tolvajnyelvet. Mit kell azon érteni, hogy egy pók mászik a fejeden? Semmi mást, csak hogy egy pók mászik a kibaszott hülye fejeden, öreg. Szedd le rólam, hallod? Szedd már le rólam! Eszembe sincs hozzá nyúlni. Szedd már le! Szedd le rólam! Segítség! Itt Charlie Echo India, visszatérési engedélyt kérünk a kabalai repülőtérre, irány 029. Nem, nem a repülőtérre. Az útra tedd le, az egyetlen esély. Megvesztél? Az első kátyúban felrobbanunk. Alábecsülöd magad, te vagy a legjobb. Csúcs vagy, Alexej, csúcs vagy, csúcs vagy, csúcs vagy! Na persze nem Alexej volt a csúcs. 43-ból 42-ként végzett a Moszkvai Akadémián. Vajon az öreg Leland? Elbír azzal, akinek a keresztneve Kaszás, a vezeték, és a vezeték neve pedig az, hogy a nagy? Vagy pedig ez a bázisugró? Krokodilvadász! Cápahalász! Vulkánon szánkázó! Medveverő! Kígyómaró! Motocross versenyző fenegyerek! Meghal! Ki maga is, mi a francot keres itt? Hogy ki vagyok? Hogy én ki vagyok? Nos, ki is vagyok? Hogy ki vagyok, ez ősrégi kérdés. Ezt kutatjuk, vizsgáljuk mind. Hogy na mégis, ki lehet az, aki bennünk megbúvik, aztán kimászik és szól, hogy éhes? Hogy ki vagyok, az olyan nagyon mélyen bent van ott valahol, hogy azt úgy kell kihúzni a farkánál fogva, mint abban a filmben, amikor a szörnyetek kibújtatagnak a hasából és benyalta az űrhajósokat, Isten nyugosztalja őket. A nevemben Szobol. Leone. Ben Szobleone. Van másik nevem is, például Benia Hefti, Szemia Slitz, Tapsia Hapsi, Mucia Cuci, és egyszer Miss Dizőz is voltam, de csak egy buliban réges-régen. Elszívtam egy titibetet, megittam egy kakalút, és már is Talpignetzben jártam a kánkánt. Van ilyen, de ennek semmi köze ahhoz, ami miatt ma itt vagyok ebben az úri társaságban. Tudod, én imádom a húsos barackot. Közelebb. Ha virágot akarnék küldeni neked, milyen címre? Várj, hadd fogalmazok másképp. Ha megengedném, hogy bekapd a nyelvemet, megköszönnéd nekem? A társaid egész rendes emberek. Talán helyes, ha adunk nekik egy pár nap gondolkodási időt. Nem? Nyírom ki őket? Kérlek, ahogy gondolod? Elvetemült egy gazember vagy, Rotelli. Örülök, hogy hulla vagy. Szóljatok be telefonon, hogy zárják el a vizet. Jöjjenek ide, uraim! Állítsanak két járőrkocsit a hídra, négy ember fésülj át a terepet a folyó mentén fel és le. Küldjenek ki egy helikoptert a folyó felé, röpüljön végig a víz fölött, figyelmeztessék a póznákra!
Sam, megőrültél? Az az ember halott! Annál könnyebb lesz elkapni! Lámpákat, halogén lámpákat állítsanak fel két mérföldes szakaszon a park mentén felfelé és lefelé! Ne érdekeljen! Van mentőosztag ebben a megyében, fiú? Igen, ura! Akkor jöjjenek ide és nézzék meg a gát fenekét! Vigyelem! Miért nem zárták még el a vizet? Valóm, főnök, már intézkedtek! Kubán felszereléssel megerősítve jöjjenek azonnal a Berkeley-demhez! Látjátok? Nincs igazam? A dűrabia, tipikus ez! A dűrabia! Látjátok a félelmet? Ezt a fiút halálra rémíti az igazság, fia! Megszakad a szívem, hogy ezt mondom. De azt hiszem, nagyon zaklatott és zavarodott fiatalember vagy. Azt hiszem, hogy rossz helyen keresed a válaszokat. Ebben igaza van. Én tényleg elég zaklatott és zavarodott vagyok, és félek is. Nagyon, nagyon félek. De azt hiszem, hogy maga a kibaszott Antikrisztus. Szóval így. Eladtad a lelked a sátánnak, kegyelmes úr. Ártatlanokat vádoltál boszorkánysággal, és halálba küldted őket. Na te testvér, nem emelhetsz kezet egy főrangú paptársadra? Nem, dehogy, nem fogok. Sőt, inkább segítek neked összecsomagolni. Igen, szükséged is lesz erre a sok aranyra az úton. Aztán gazdag ember vagy, mi? Vidd ezt is! Itt van ez is! A 30 ezüst pénz. Ez lesz a viteldíj útban a pokol felé! Az egy bevándorló vízum, hármas szintű munkavállalói státusza. Tessék! Zavartalan utazásra feljogosító igazolvány. Jöjjön ki. Maradj a helyeden. Higgy el, ha egy újjal is hozzáér a fiatalemberhez, még a mai nap során dicstelenül menesztik magát, és napnyugtára felakasztják. Akad még halvány reménysugár a civilizált viselkedésre ebben a mészárszékben, amit egykoron emberiségnek hívtak. Mocskos, undorító álmok, fasiszta seggfejek! Ő ezt képviselte. Miért üljek én le, kérem? Így mégis könnyebb. Nem értem. Doktor Kotász! 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 Tulajdonképpen ki az a Kotász? Az állami ítélet végrehajtó. Doktor Kotász! Doktor Kotász! Doktor Kotász! Doktor Kotász! És a fej? A fejet elvitték. Elvitték. Érdekes. Nagyon érdekes. Mi? Az ilyenfajta esetekben a fejet azért viszik el, hogy gátolják az azonosítást. De mi tudjuk, hogy ez Jonathan Mesbett. Pontosan. Hát miért vitték el a fejet? Miért? Miért? Elmozdította a hullát. Igen. Sosem szabad elmozdítani. Miért nem? Csak. Én három különböző börtönt jártam meg, más-más országokban. És rá kellett jönnöm, hogy a börtön egy kellemetlen hely. Hét év hosszú idő. Sokan bármit megtennének, hogy ezt valahogy megússzák. Erre azt mondtam, ez minden kétséget kizáróan egy Pietro della Francesca. Nos, mit szólna, ha azt mondanám, hogy bikavadítóan szexi? Mr. Finch, maga el akar csábítani? Ha nincs ellenére. Aztán megszúrja egy tűvel, és kiszívja a vérét. Micsoda egy lottyantyú, gondolja magában a hím. A nőstény sem akar lemaradni, úgyhogy pontosan ugyanezeknek a kínzattatásoknak veti alá önmagát is, de ő is azt gondolja, hogy a nagyra nőtt nőstény egy kövér, büdös korva. Mondd meg neki, hogy minden rendben. Minden rendben. Megígérjük. Megígérjük. Csak hűtse le magát. Csak hűtsd már le magát, nyuszi-muszit. Hogy hívják nyuszi-muszit? Jolanda.
Figyelj, Jolanda! Nem csinálunk semmi hülyeséget! Nem lehet bántani! Senki sem akar bántani senkit! Olyanok leszünk, mint három kicsi Fonzi. Na és milyen a Fonzi? Halljam, Jolanda, milyen a Fonzi? Okos. Milyen? Okos. Így van, okosan mondod. És mi is így viselkedünk. Okosan. Üdvbíró úr. Tudom, hogy még nem válaszoltam, de a betegség nagyon tágfogalom. Egy pillanat. Halló. Anya? Szia. Mert nem is voltam szabadságon. Mert nem akartam beszélni veled, mert mindig apa bélműködéséről beszélsz, hogy mekkorát, miért, hányszor, majd hívlak. Halló! Ó, a francba! Szétkapcsoltam! Kikapcsoltam a bírót! Csináltam. Akármit is válaszolnék, hazudnék. Az igazság az, hogy rossz ember vagyok, de ezen változtatok. Megváltozom. Ez volt az utolsó ilyen eset. Mostantól tiszta leszek, kihúzom magam és az életet választom. Már alig várom, olyan leszek, mint maguk. Lesz szállásom, családom, rohadt nagy tévém, mosógépem, kocsim, CD-lemezem, elektromos konzervnyitóm, jó egészségem, alacsony koleszterin szinten, biztosításom, jelzálogom, első otthonom, szabadidőruhám, háromrészes öltönyöm, vízjátékom, szemét, kajám, gyerekeim, séták a parkban, rendes munkaidő, golfparti, kocsimosás, elegáns kardigánok, családi karácsony, rendes nyugdíj, adómentesség, csatornapuzolás, és a végén, ha már nincsen, mi a halál.